Sziasztok! A mai videónak ez a fiók lesz a főszereplője, amiben a pirosítókat, bronzosítókat és highlightereket tárolom. Az a helyzet, hogy kicsit elszabadultak itt a dolgok, és van itt már néhány olyan smink, aminek nem igazán kellene itt lennie, mert vagy nem használom, vagy lejárt a szavatossága. Úgyhogy arra gondoltam, hogy közösen veletek együtt fogom ezt a fiókot most átnézni, rendszerezni, illetve megszabadulok a felesleges dolgoktól. Sokan kértetek tőlem sminkkollekciós, illetve sminktárolós videót. Csináltam ilyet korábban, ezt beteszem majd föntre, illetve a videó alatti leírásba is, de frisset azért nem csináltam még, mert hát van mit rendszereznem és átnéznem a sminkjeim között, úgyhogy kezdjük akkor most ezzel a fiókkal, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mi az, amit megtartok, és mi az, amitől megszabadulok, akkor tartsatok velem. Van néhány olyan dolog, amit már ki kellene dobnom, például itt van ez a sleek pirosító, ami egy eléggé élénk pink árnyalat, ez egy matt pirosító, és ezt bizony sajnos ki kell dobnom, ugyanis legalább 4 éve megvan már, úgyhogy ezt biztos, hogy nem fogom senkinek odaadni, hanem ezt sajnos ki kell dobnom. Szintén ki fogom dobni ezt a The Body Shop Shimmer Waves kis pirosító vagy highlighter palettát, igazából én mindkettőnek használtam, sőt még szemfestékként is, mert gyönyörű szép fényes színek vannak benne, de ez is legalább 3 vagy 4 éve megvan már, és ez másfél évig őrzi meg a minőségét a felbontástól számítva, úgyhogy hát vérző szívvel, de sajnos ezt is ki kell dobnom, viszont az a jó hír, hogy ebből van már nekem egy újabbik verzió. Igaz, hogy ez nem ilyen barackos árnyalat, hanem ilyen rózsaszínes, de ez az újabb fajta Shimmer Waves paletta, ez a 02-es blush árnyalat, és ilyen gyönyörű szép fényes rózsaszín árnyalatok vannak benne, szuper kis több funkciós paletta, úgyhogy ez mindenféleképpen marad. Biztos, hogy marad ez az Art Deco pirosító is, ami igazából egy duó, mert hogy itt egy highlighter van a közepén, mellette pedig egy ilyen barackos, rózsaszínes pirosító, ennek gyönyörű szép fénye van, itt láthatjátok. Nagyon szeretem ezt a pirosítót, bár én főként itt a pirosító részét használom. Gyönyörű a kialakítása is, meg a csomagolása is, úgyhogy ezt mindenféleképpen megtartom. Jöjjön egy olyan pirosító, aminek sajnos mennie kell, és ez a Physicians Formula Butter Blush pirosító, mégpedig a Plum Rose árnyalatban. Megvolt ugyanebből a pirosítóból a rózsaszín verzió, és azt egyszerűen imádtam, de sajnos sikerült eltörnöm. Azt valószínűleg be fogom szerezni, mert nagyon szeretem ezt a textúrát, nagyon szép természetes hatása van, tényleg tökéletes ez a pirosító, de ez az árnyalat valahogy annyira nem lett a kedvencem, úgyhogy ezt szerintem oda fogom ajándékozni valakinek. A következő pirosító, amit szintén meg fogok tartani, az egy Milani pirosító, mégpedig a Luminoso árnyalatban. Hát ez egy nagyon híres és népszerű pirosító, gyönyörű szép barackos árnyalat, nagyon szép fénye van, imádom ezt a pirosítót, főleg így nyáron, úgyhogy ettől semmiféleképpen nem szeretnék megválni. A következő az a Maybelline Dream Matte Blush krém pirosító, amit nemrég láthattatok az egyik videómban. Ez a 40-es Mauve Intrigue árnyalat, és már ott is mondtam, hogy szerintem ennek szuper textúrája van, mert gyakorlatilag ahogy felkened a bőrödre, ilyen púderes textúrája lesz, nagyon szép természetes hatás lehet vele elérni, úgyhogy nekem nagyon bejön ez a pirosító. Ezt a kis virágos Clinique pirosítót is megtartom, ez a Cheek Pop pirosító a 01-es Ginger Pop árnyalatban. Ez is egy nagyon kis üde, koralos, nyárias szín, nagyon szépen pigmentált, nagyon szép a fénye, imádom ennek a textúráját, szerintem ez egy tökéletes pirosító, úgyhogy ezt is megtartom. És ezt a Physicians Formula Argan Well pirosítót is megtartom. Ez egy eléggé élénk pink árnyalat, egy picit talán helyettesíteni fogja nekem azt a sleek pirosítót, amit még az elején mutattam. Attól sajnos megválok, de ez egy nagyon hasonló árnyalat, úgyhogy örülök, hogy lesz egy ilyen élénk pink pirosító is a kollekciómban. A következő az egy Paul Moise pirosító, nem tudom, hogy milyen árnyalat, mert nincs rajta semmi. Ez egy elképesztően pigmentált pirosító, és nagyon-nagyon szép fénye van, most nézzétek meg, hogy mennyire brutális. Picit talán túl sok nekem, szóval ezzel tényleg nagyon könnyű túlzásba esni.
Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt inkább elajándékozom valakinek, mert egyébként tényleg gyönyörű, de nekem egy picit sok. Van még itt egy Essence Silky Touch Blush pirosító, ez a 100-as Indian Summer árnyalat. Ez igazából semmi extra, egy ilyen kis visszafogott fényes pirosító, de mivel van nekem egy hasonlóm, mégpedig ez a Maybelline pirosító a 40-es Pink Amber árnyalatban, így a kettő közül inkább a Maybelline tartom meg, és az Essence-et azt pedig továbbadom. Van itt még egy Kiko pirosító duó is, és ettől is meg fogok válni, mert sajnos nem egészen az, amire számítottam. Eléggé porol is, meg a színe és a finishem sem olyan, mint amire én számítottam, úgyhogy sajnos ettől is meg fogok válni. Ettől a gyönyörűséges pupa márványos pirosítótól is megszabadulok. Rájöttem, hogy nekem egyszerűen túlzottan fényes és túlzottan ilyen Barbie pinkes hatású ez a pirosító, úgyhogy bármennyire is gyönyörű, egyszerűen az én bőrtónusomhoz valahogy nem passzol. Úgyhogy fájó szívvel, de ettől is megválok. Igazából már csak a csomagolása miatt is sajnálom, hogy elbúcsúzom tőle, de tényleg nincs értelme, hogy itt tároljam a fiókomban. Aztán van itt egy Bobbi Brown Shimmer Brick pirosító, highlighter, ki minek nevezi, ez a Rose árnyalat, és ezt nagyon régóta tárolom már a fiókomban, ez is legalább egy 3-4 éves darab. De itt az ideje, hogy elbúcsúzzak tőle, mert ennek is régen lejárt már a szavatossága, és igazából csak amiatt tároltam már itt a fiókomban, mert ez volt az első high-end termékeim egyike, szóval igazából ilyen érzelmi szálat fűznek hozzá, de egyszerűen nincs értelme, hogy itt tároljam tovább is a fiókomban. Egyébként nagyon szerettem pirosítóként használni, illetve használtam szemfestékként is, szóval egy szuper kis termék, de itt az ideje, hogy elbúcsúzzak tőle. Viszont ezt a kis bourgeois pirosítót, ezt megtartom, mert nagyon kellemes kis rózsaszín árnyalat, nagyon szépen lehet építgetni, szeretem a finishét, úgyhogy ez marad. Ez a L'Oréal Life's a Peach pirosító is marad, bár ezzel még nem jutottam dőlőre, hogy tulajdonképpen szeretem-e vagy sem, mert egy picit talán túlzottan narancssárgás nekem, de úgy döntöttem, hogy kísérletezgetek még vele. Ezzel a Revlon pirosítóval nem tudom, hogy mi legyen, ez a 003-as Mauveless árnyalat, ez egy picit sötétebb, ilyen bogyós gyümis szín. Szerintem megtartom, mert nem nagyon van ilyen árnyalatú pirosítóm. A következő smink az a MAC Nico Panda limitált, hát ez ilyen pirosító és highlighter kettő az egyben. Hát ennek nagyon cuki a csomagolása. Az a helyzet, hogy így pirosítónak nekem ez egy picit kevés, highlighternek nem elég fényes, úgyhogy bármennyire is cuki, ettől is elbúcsúzom. Na, végeztünk a pirosítókkal, úgyhogy jöhetnek a highlighterek és bronzosítók. Itt van kapásból ez a Physicians Formula Butter Bronzer bronzosító, ami most itt van, de egyébként a sminkes neszeszeremben szokott lenni, mert hogy ezt elég gyakran használom, ugyanis nagyon szeretem, szerintem egy gyönyörű bronzosító, nagyon természetes a hatása, se nem túl meleg, se nem túl hideg tónusú, nem narancssárgás, egyszerűen pont jó, úgyhogy ezt imádom, és semmi pénzért nem válnék meg tőle. Megtartom ezt a Max Factor Cream Bronzer bronzosítót is, ez a 05-ös Light Gold árnyalat, ez is nagyon hasonló a Physicians Formulához, és ezt is nagyon szeretem. Úgyhogy ez is marad. Van itt egy ilyen Kiko arcpaletta, ebben van egy bronzosító, egy pirosító, illetve egy highlighter. Ezt nem tartom meg, mert igazából a színeivel van bajom, nem igazán az, amire számítottam, nem is használtam, úgyhogy ennek mennie kell. A következő az egy Laura Geller highlighter, ez egy ilyen kis utazó kiszerelésű highlighter, és ez a Baked Gelato Swirl highlighter a Gilded Holly árnyalatban, ami még évekkel ezelőtt eléggé népszerű volt a YouTube-on, gyönyörűséges fénye van, viszont az a helyzet, hogy nekem ez egy picit túlzottan aranyfényű. Én jobban szeretem az ilyen pezsgő színű highlightereket, úgyhogy ez már nekem egy icipicit sok, szóval úgy döntöttem, hogy ettől is megválok. A következő az a Lovely Gold Highlighter,
Úgy döntöttem, hogy ezt sem tartom meg, ugyanazon okból kifolyólag, amiért az előző Laura Geller highlightert sem tartom meg, ugyanis ez is inkább egy ilyen aranytónusú highlighter, és bár szerintem ez a Lovely Highlighter egy nagyon szuper kis termék, de nekem az ezüst verzió az jobban bejön ebből, viszont amikor csináltam a Krémmánia legnépszerűbb sminkjei videómat, akkor sajnos az ezüst verzió nem volt kapható, úgyhogy így az aranyat vettem meg, de most úgy döntöttem, hogy ezt is továbbadom. A Catrice High Glow Highlightert a 010-es Light Infusion árnyalatban semmiféleképpen nem szeretném továbbadni, mert imádom ezt a highlightert, gyönyörű fénye van, egyszerűen tökéletes, nagy kedvencem, több videóban is beszéltem már róla, úgyhogy ez mindenféleképpen marad. A Bourjois Le Petit Strawberry icipici kis highlightert is megtartom, ez egy ilyen nagyon kis, kompakt, nagyon cuki highlighter, nagyon szép természetes fényt ad, egyáltalán nem sok, elég sokat is használtam egyébként mostanában, szerintem nagyon szuper kis termék, úgyhogy ez is marad. A Trendy Tap Natural Radiant Highlightert is megtartom, ilyen nagyon szép természetes hatás lehet vele elérni, egyáltalán nem sok, aki kifejezetten ilyen visszafogott highlightert keres, ami nem ordít 20 km-ről az arcáról, annak nagyon tudom ezt ajánlani, ez a 010-es árnyalat. Van itt egy Revolution Highlighter, ez a Skin Kiss, ezt nemrégiben kaptam tesztelésre, de az a helyzet, hogy nekem ez egy picit túlzottan ilyen sárgás, vagy nem is tudom milyen tónusú, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt sem tartom meg. Ezt a Clinique Chubby Stick Highlighter Sticket viszont megtartom, ez a 01-es Hefty Highlight árnyalat, mert hogy ezzel ilyen nagyon szép természetes hatást lehet elérni. Ezen kívül nincs is stickes highlighterem, ezt viszont nagyon szeretem, úgyhogy marad. Ez itt a MAC Mineral Skin Finish a Soft and Gentle árnyalatban, hát ez nagy-nagy kedvenc nekem. Ez egy ilyen klasszik, pezsgő színű highlighter, hát egyszerűen gyönyörű, imádom, úgyhogy ettől semmi pénzért nem válnék meg. Van itt még két ilyen folyékony highlighter, ez itt a L'Oreal Glow Mon Amour, ez pedig a The Body Shop Drops of Glow Illuminating Highlighter cseppek. Ezt még nem volt alkalmam kipróbálni, viszont szeretném nagyon, úgyhogy ezt megtartom. Illetve ezt a The Body Shop-osat is megtartom, mert ezzel ilyen nagyon kis visszafogott hatást lehet elérni. Ezeket ugye úgy lehet használni, hogy vagy belekevered a hidratáló krémedbe, vagy az alapozódba, vagy csak simán highlighterként az arc kiemelkedő részeire. Ezek ilyen jó kis többfunkciós termékek, úgyhogy ezeket mindenképpen megtartom. A következő az egy Michael Kors pirosító per bronzosító, hát nem is tudom, hogy ez igazán pontosan micsoda, de nagyon tetszik a színe és a finise is. Mindig, amikor így csinálok egy színmintát belőle, rájövök, hogy ez mennyire gyönyörű, úgyhogy ezt szerintem elő fogom hagyni, mert ezt tényleg használnom kéne. Ráadásul imádom a csomagolását, mert ilyen tök jó kis tükör van itt, úgyhogy ez marad, és igyekszem rávenni magam arra, hogy többet használjam, mert tényleg nagyon szép. Van itt még néhány paletta is, az egyik az a The Bond Manizer Sisters paletta, amiben benne van a Mary Luminizer Highlighter, a Cindy Luminizer pirosító, illetve a Betty Luminizer bronzosító. Ezt a palettát főként emiatt a highlighter miatt tartom meg, ez egyszerűen csodálatos, fantasztikus, gyönyörű, imádom. A pirosítót is szoktam néha használni, a bronzosítót azt szinte egyáltalán nem, de már csak emiatt is megtartom ezt a palettát. A L'Oreal La Vie en Glow Highlighter palettát is megtartom, erről is beszéltem már nektek. Csodálatos ez a paletta, ezt a három színt nagyon szeretem benne. Ezt szinte egyáltalán nem használom, de tök mindegy, mert a másik három szín miatt mindenféleképpen marad ez a paletta. Viszont ettől a két palettától elbúcsúzok. Az egyik az a Love the Glorious Highlighter és bronzosító paletta, amiből igazából nagyon szerettem ezt a highlightert, viszont van egy csomó más szuper highlighterem, és a másik kénszíd meg szinte egyáltalán nem használtam, úgyhogy így, hogy vannak más szuper highlightereim, nem látom értelmét, hogy csak emiatt az egy szín miatt megtartsam ezt a palettát, úgyhogy ettől is elbúcsúzok. Ahogyan ettől a Pupa Contouring and Strobing Ready for Selfie palettától is, ebből szinte
csak ezt a highlightert használtam néha-néha, meg egy-kétszer még ezt a bronzosítót, de ezt a másik két színt gyakorlatilag egyáltalán nem használtam, úgyhogy így nem látom értelmét annak, hogy megtartsam ezt a palettát. És végül, de nem utolsó sorban, van itt még egy MAC Extra Dimension Skin Finish Highlighter, ez a Double Gleam árnyalat. Ezt nemrégiben kaptam tesztelésre, és még csak egy swatchot csináltam belőle a készfejemre, de az nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ezt megtartom, és ki fogom majd próbálni sminkelés közben is. Na, kiürült a fiók, itt hátul már csak dobozok vannak, úgyhogy visszapakolom azokat a dolgokat, amiket megtartok, és utána még megmutatom azokat, amiktől elbúcsúzom. És íme így néz ki a végeredmény, hát szerintem sokkal rendszerezettebb és átláthatóbb lett így ez a fiók. Nagyon örülök neki, hogy végre rászántam magam és megcsináltam a szelektálást. Egyébként összesen 16 darab pirosítót, bronzosítót, illetve highlightert szelektáltam ki. Ezeknek egy része a kukába megy, másik részét pedig elajándékozom vagy eladom. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, illetve írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek-e még hasonlót látni, mert bőven van még szelektálni való a sminkjeim között. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!